A szekszárdi Adienre iskolában a diákok piacképes, biztos megélhetést nyújtó szakmákat tanulhatnak 3 éves szakképző iskolai és 5 éves érettségit is adó technikumi képzések formájában. 8 ágazatban több mint 20 tervezett szakmai kimenet van a képzési kínálatunkban. Ezekkel várjuk a pályaválasztók jelentkezését, nem csak 8. évfolyam után, hanem azoknak a jelentkezését is várjuk, akik a középiskola elvégzése után tovább szeretnének tanulni, hiszen a számukra is kiváló lehetőségeket biztosít a szakképzés. Az iskola képzései szerteágazóak. Gépészet ágazatban gépgyártás technológiai technikus, elektronika és elektrotechnika ágazatban erős áramú elektrotechnikus, honvédelem ágazatban honvédkadét, ami több szakirányon megy, honvédelmi igazgatási ügyintéző, gépjárműmechatronikus vagy logisztikai technikus kimenettel, informatika és távközlés ágazatban informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető technikus, rendészet és közszolgálat ágazatban közszolgálati technikus, specializált gép- és járműgyártás ágazatban gépjárműmechatroni technikus, ahol van szervíz és versenymotorszerelés szakirányunk is, illetve mechatronikai technikus, és szépészet ágazatban fodrász, kozmetikus, illetve kéz- és lábápoló technikus képzéseket ajánlunk. Szakképzőiskolai képzéseknél, ahol a képzési idő 3 év, elektrotechnika és elektronika ágazatban villanyszerelő, építőipar ágazatban kőműves, bádogos, burkoló, ács, gépészet ágazatban gép- és szíjencőforgácsoló vagy heggesztő szakmákat, gépészet ágazatban CNC programozót, ami 4 éves, ez egy külön képzési idő, illetve specializált gép- és járműgyártás ágazatban gépjárműmechatronikus, vagy járműfényező, illetve karosszéria lakatos szakmákat ajánlunk. Az Adiban folyamatosan dolgoznak azon, hogy az oktatás, tanulás feltételeit intézményükben minél jobbá tegyék, mondta az igazgató. Ennek a munkának az eredményeként jött létre néhány évvel ezelőtt a digitális közösségi alkotóműhely, ahol többek között lézergravírozást és 3D nyomtatási technikát is megismerhetik a tanulók. Az iskola rendelkezik okostanteremmel, ahol robotikával és dróntechnológiával is közelebbi kapcsolatba tudnak kerülni a diákok. Az sem mellékes, hogy tanulóink az ágazati alapoktatás során ösztöndíjban részesülnek. Ez ugye szakképző iskola, tehát a 3 éves képzés idején a 9. évfolyam, illetve a technikumban a 9. 10. évfolyam során történik, és egy sikeres ágazati alapvizsgát követően az intézményből nagy többségük duális képzési keretek közt szakképzési munkaszerződéssel vállalatnál, vállalkozásnál folytatja a tanulást, illetve a munkát, miközben munkabért kap. Ennek az összege jelenleg mintegy bruttó 100 000 forint. A tanulmányaik sikeres befejeztével egyszeri pályakezdési támogatásra lesznek jogosultak, amelynek az összege vizsgák eredményétől függően akár 300 000 forint is lehet. A Gradum járműipari ágazati képzőközpont létrejöttét támogató pályázati forrásból újult meg gépjármű diagnosztikai tanműhelyük, ahol új hibrid elektromos és benzinüzemű autókon új eszközökkel kiváló körülmények között folytathatják tanulmányaikat a specializált gép- és járműgyártás ágazatot választó tanulók. A közelmúltban csúcs technológiát képviselő gyártás szimulációs eszközzel is gyarapodtak. Gépjárműmechatronikai technikusnak tanulok, és úgy néz ki ez a szak, hogy autókkal foglalkozunk, ugye, és azoknak a felépítésével, szervizelésével, valamint javítással, diagnosztikával és a villamosrendszerek megismerésével. Szervizelés, ugye alapszervizek, kint gyakorlatilag dolgozunk, például váltó, turbó, csere, javítás, és autó, hát a világítás, javítás és az ehhez kapcsolódó más dolgok. Kiskorom óta érdekelnek az autók és az ő felépítésük, valamint amiatt, hogy nincs két egyforma probléma, és annak a két egyforma problémának azonos megoldása. Mindig más megoldáshoz más probléma vetül fel. A CNC programozók többféle gépen és programnyelven tanulják meg a szakma fortéjait. Tehát van rá lehetőség, vannak gépek, szimulátorok, amin a programokat, amiket megírunk,
azokat le tudjuk szimulálni, ezután a gépeken, amik itt vannak az iskolában, ezeken meg is tudjuk csinálni az adott munkadarabokat, több projekten is dolgozunk jelenleg. Tehát megcsináltunk például sakkészletet különböző anyagokból, részből, alumíniumból, tehát hogy minden adott ahhoz, hogy el tudjuk készíteni ezeket ebben az iskolában, illetve az oktatás is nagyon minőségi, hiszen képzett oktatóink vannak, akik tényleg tudják minden titkát és nagyon értenek a szakmájukhoz, és át tudják adni ezt nekünk. A programírás mellett modellezünk is a SolidWorks programmal. Itt tudunk például modelleket készíteni, szakrajzokat készíteni, tehát nagyon sok téren képzettek vagyunk, és nagyon sok téren képeznek minket ki jelenleg itt. A szépészet és az építőipar ágazatban felújított tanműhelyekben tanulnak a diákok, de még jelenleg is alakítanak ki új oktatási tereket számukra. Először arctejjel áttörnöm az arcát, utána tonikkal még egyszer áttöröljük. A szépészeten belül itt a kozmetikát tanuljuk, és hát mint ahogy látják, megvan a kellő hangulat a teremben, halk zene, lágy kivilágítások. 13-ba megyünk majd ki duális képzőkhöz, és addig pedig itt az iskolán belül ebben a teremben tanuljuk az alapdolgokat. Arcmasszázs, illetve 12-be tanuljuk a dekoltázsmasszást, gyantázás, szempélafestés és sminkelés. A technikusi végzettséget szerzők jelentős előnyt élvezhetnek a szakirányú felvételiknél, így könnyebben juthatnak be az egyetemekre. Az intézmény együttműködik a Dunaújvárosi Városi Egyetemmel, ahol további előnyöket biztosítanak a gépészet ágazatban végzett tanulók felvételénél, illetve bizonyos középiskolai tantárgyak esetében lehetővé teszik azok beszámítatását. Az iskola idén november 13-án és 14-én, illetve 2025. január 10-én tart nyílt napot, pályaorientációs napjukat pedig idén december 6-án rendezik.